Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan lehet egyszerűen egy fakanalat faragni kézi szerszámok használatával. Lássunk hozzá! Először egy pár szót szólnék magáról a kanálfaragásról, és hogy mire is van szükséged hozzá. Lehet bármilyen fát használhatsz, ami szimpatikus, friss fágás vagy szárított fát használhatsz. Én most ebből a kugliból fogok kanalat faragni. Ami pedig a szerszámokat illeti, háromféle késre van szükséged, egy felszíre és egy fűrészre, valamint ceruzára és kesztyűre, hogy védd az ujjaidat. Ha ezek mind megvannak, kezdhetjük is. Amit még érdemes említeni a kanálfaragásban, az tulajdonképpen kétféle kanalat lehet faragni. Az egyik az egyszerűbb, ezek az egyenes mintájúak, amiknek tulajdonképpen csak magát a kanál részét kell kifaragni, ami lehet egy kicsit nehezebb feladat, de maga a nyél része egyszerű. A másik fajta kanalak, ezek a kicsit hajlított íves kanalak, ezek egy kicsit bonyolultabbak az elkészítésük, viszont szebb a mintájuk, és amikor használod őket, jobban kézre állnak, szájra állnak. Úgyhogy egy ilyen kanálnak a faragását fogom bemutatni, hogyan lehet ezt az ívet elkészíteni. Első lépésnek ezt a kuglit fogom kicsit megdolgozni. Amit próbálok csinálni belőle a kezdésnek, egy téglalap formát, egy téglaformát próbálok belőle kialakítani, és onnan fogom tulajdonképpen a kanalat elkezdeni. Ha megvan a téglalap formánk, amit próbáltam kialakítani, akkor a második lépésnek, látjátok, itt megrajzoltam, egy V-alakot fogunk belevágni, és ez adja majd meg a kanálnak ezt a hallított formáját. Először föntről kezdjük a hasítást, utána alulról belevágunk, ez a rész miután kijön, fűrésszel a fölösleget az elejéről még lecsapom, és utána elkezdek dolgozni a kanálnak a nyél formáján is. Megvan a kívánt forma, akkor utána elkezdjük a kanálnak a vékonyítását és a fejkidolgozását. Először fűrésszel levágjuk a fölösleget, utána pedig innen elkezdjük befele szűkíteni.
néhány felszécsapással már elkezdtem dolgozni rajta, amint látjátok, itt az alján az ív már egy picit kezd látszani, ezt fogom folytatni, és még innen az átujjából az alsó részt fogom lefaragni felszével. Fejszével, baltával nagyjából ezt a formát sikerült elérni. Ez az a ív, amit korábban említettem. És most elkezdjük itt a további szűkítést, a fejformának a legömbölyítését és a kanálnak a belsejének a kiváljását. Most nagyjából így néz ki a kanalunk. Ezt a részt egy nagyobb faragókéssel készítettem el, ami ez, Martininek a faragókése. Továbbiakban egy kisebb késre lesz szükségem, ami a Morának a faragókése. Ez egy rövid 6 cm hosszúságú kés. Ezzel nagyon szépen ki lehet dolgozni itt a nyakrészt, és a maradék íveket lekerekíteni, utána pedig a belsejét fogom kiválni. Nagyjából elkészült a külső forma, a külső ívek elkészültek. Talán még egy kis csiszolóvászonnal majd később átmegyek rajta. Most jön a kanálnak a belsejének a kiváljása, amit egy úgynevezett kanálfaragó késsel fogok elvégezni. Ezeknek a késeknek a legpraktikusabb, amit tudsz választani, minél jobban el van nagyolva ez az ív, annál könnyebben fogsz vele tudni dolgozni. A kisebb ívű késekkel, mint például a Mora 164-es kanálfaragó kése, elég hirtelen kerekedik vissza, azzal sokkal nehezebb dolgozni, mint egy ilyen elnyújtott késsel. Ezeknek a késeknek a lényege a hosszanti vájás, ilyesmi mozdulatokat fogok a késsel végezni, és így tulajdonképpen a kanál teljes méretében tudom kifaragni az anyagot, a fát, ami nem kell, ezáltal egy szép, sima, egyenletes felülete lesz a belsejének is.
Hát nagyjából ennyi is lenne a kanál faragása. Ez a kanál még teljesen azért nincsen kész, még kell egy alapos csiszolás, és megkapunk egy szép sima felületet, de a késsel történő faragásnak ezennel vége is, és megkaptuk ezt a szép formát, nem azt az egyeneset. A belsejét sikerült majdnem, hogy csak teljesen tükörsimára faragni, majdnem, hogy csak ez a legegyszerűbb része, itt ezen már nem is kell nagyon mit csinálni. Csiszolás után ez a kanál is körülbelül ezt a sima formát fogja elérni. Itt van még egy minta, ami még jobb mutatja a csiszolás simaságát. A forma az megmarad, csak a simább lesz. Én személy szerint nyírfát használok a faragáshoz. Ez is nyírfa. Szeretem a mintáját, ezeket a kis pöttyöket benne. Ez a fa ebből az erdőből lett kivágva februárban. Idén februárban. Úgyhogy ez egy 2 hónapos fa. Nincsen teljesen kiszáradva, még mindig van egy kis nedvesség tartalma. Nem teljesen friss vágás, de még mindig könnyen lehet faragni rajta vele. Mi mást mondhatnék még? Azt hiszem nagyjából ennyi is volt. Remélem hasznos volt a videó, és tudtam érdekes dolgokat mutatni nektek a kanálfaragással kapcsolatban. Remélem élveztétek. Ha valakinek kérdése, észrevétele van, nyugodtan keressen meg a kommentek között, írjon, vagy privátban. További szép napot mindenkinek, és jó faragást!